Nagyon szép estét, jó estét kívánok a Szombathelyi Televízió valamennyi nézőjének. Február 5-e van, megkezdjük a hétvégét. Nagyon remélem, hogy a következő bő fél órában is velünk tartanak, mert hogy izgalmas lesz a mai hétvége, azt garantálom. Reggel még tavasz volt, reggel még tél volt, délután aztán már tavasz, de egy biztos, hogy a farsangi időszak tart és a disznóölések szezonja is. Hamarosan figyelmükbe ajánljuk majd a szarvaskerti böllér versenyt és az ehhez kapcsolódó gasztronómiai fesztivált. Előtte azonban arra buzdítom önöket, hogy küldjenek nekünk SMS-t a 0620 2020 800-as SMS számra, különösen azzal kapcsolatban, hogy közeledik a Valentin nap. Önök várják-e ezt a napot, meglepik-e majd kedvesüket, fontos-e önöknek? Hamarosan a házasság hete programsorozat is megkezdődik, ezzel kapcsolatosan is beszélgetünk majd szakpszichológus vendégünkkel. Amit pedig nyerhetnek tőlünk, egy csodálatosan szép valentinnapi virágcsokrot a Margaréta Virágszalon készíti majd el. Ezt a bizonyos 5000 forint értékű csodálatos virágkölteményt a szerencsés nyertesnek, úgyhogy SMS-ezzenek és írják meg nekünk, hogy mit is gondolnak a valentinnapról. Ahogy azt említettem, holnap böllérverseny és gasztronómia fesztivál Szarvaskenden. Vendégünk pedig Marton Ferenc, a Vasmegyei Közgyűlés alelnöke. Jó estét kívánok! Mint főszervező jött el hozzánk, harmadjára kerül megrendezésre ez a bizonyos program. Mit kell tudnunk róla, milyen céllal rendezik meg? Két alkalommal a megye szervezésében határon átnyúló kapcsolaton keresztül finanszíroztuk ezt a rendezvényt. Most szintén a megye szervezésében és egy civil szervezettel közösen a Földművelési Minisztériummal támogatásával kerül megrendezésre. Milyen céllal? Hát az a célunk, hogy az emberek figyelmét az egészséges életmód felett tereljük, hiszen ezek a disznóülések, amelyek régen 30-40 évvel ezelőtt mindennaposak voltak az országban vagy Vasmegyében, ezek most már teljesen elmúltak, a háztáj szinte teljesen megszűnt. Szeretnék ezt a szintén visszahozni újra, és reményeink szerint felébresztjük az emberek figyelmét, hogy igenis önmaguk is tudnak olyan ételeket készíteni, egészségeseket, amivel naponta tudnak fogyasztani. Három fő program részre oszthatjuk majd a holnapi napot, melyek ezek? Ugye reggel 6 órakor kezdődik már a böllérverseny, amelyen már csapatok reggel 18 csapat vesz részt, egyébként az eseményen ott lesznek. Egy komoly zsűri fogja már minden mozdulatukat figyelni, és ugye ez délutánig tart az ő megmérettetésük. Közben már megjelennek az árusok, amelyek úgy válogattuk össze, hogy a helyi termékek, hogy a mézes kalács és egyéb olyan füstöltermékek, borászok jelennek meg közel 20-an, a rossz idő ellenére is, mert azért ilyenkor télen kevesebben vállalják a megmérettetés, és kijön egy ilyen fesztiválra, és közben természetesen lesznek kulturális műsorok is. Honnan érkeznek a csapatok a böllérversenyre? Hogyha jól tudom, akkor többen már meg is érkeztek Szarvaskendre. Így van, a Szabótanya megtelt, mozgalmas már a mai este is. A csapatok érdekességképpen, és én nagy öröm számomra elmondhatom itt a Szombathelyi Televízió nézőknek, hogy Szombathely megyeiugó város is részt vesz az eseményen első alkalommal. Jön a kőszegi város és több kisebb település, Molnaszecsőttől Töröskéig, Vasegerszegig jönnek a települések 18-an. Hogy kell elképzelnünk ezt a bizonyos böllérversenyt? Tehát a disznó levágástól, attól a pillanattól indul ez az egész, vagy ez már megkezdődött esetleg a tegnapi nap során, vagy mikor ér véget, hiszen egy disznóölés azért arra készülni is kell. Hát ugye a verseny szempontjából konkrétan így van, a disznó levágásától kezdődik, de egyébként már ugye elkezdődtek az előkészületek azért, hogy a nagy érdemű közönséget már megfelelő módon tudjuk fogadni, és tegnap elkezdődtek már egy elő disznóvágás történt, aminek egyébként majd ami készült belőlük, ugye már holnap tudják délet kóstolni a vendégek. Karitatív tevékenységet is folytatnak majd a holnapi nap során. Beszámolna erről a nézőknek is? Ugye mindenképpen azért, aki tudja a disznóvágásnak a menetét, azért ezt a disznót
teljes egészében fel fogják dolgozni, de nyilvánvalóan nem tudjuk elfogyasztani, hogy az a jövő néző sereg nem bírja elfogyasztani. Ezért arra gondoltunk, ami megmarad, nyilván jelentős mértékben, ezt felajánlottuk a területi gyermekvédelmi szolgálat részére. Én azt gondolom, hogy ott jó helyre kerül. Pados Zsoltán nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és nagyon örült ennek a felajánlásnak. Hogyha a megrendezését tekintjük ennek a programnak, akkor önök adják az anyagot, úgymond például a disznót, aztán a szerszámokat is, vagy ezt a csapatok biztosítják maguknak? Két részre osztanám. Az egyiket ugye minden alapanyagot mi adunk, az eszközöket pedig a csapatok hozzák, és őket kértük arra, hogy tegyék színessé az esemény, és nagyon sokan már előzetesen készültek, kiemelhetem Kőszeget, nagy kemencét hoznak, külön ők hoztak sátrat, mert mi egyébként sátorral készültünk az eseményre többel is, de ők külön hoztak maguknak sátrat, kemencét, de több olyan csapat is lesz, akik gyönyörűen ki fogják díszíteni az elmúlt évekhez hasonlóan a sátraikat. Milyen sajátos, szórakoztató műsorszám lesz délután? Én azt gondolom, hogy nyilván az ilyenkor jellegzetes citera zene, ami a, vagy pedig népdal és táncegyüttes, vagy cigányzene mellett, azért felhívnám a figyelmet, a helyiek komolyan készülnek már hetek óta, hónapok óta, mondhatom így, mert nagy sikerű volt két évvel ezelőtt is a Szarvaskendieknek a fellépése, amely egyrészt a Rönkhúzás, másrészt a Bolondesküvő, nagyon sokan voltak kíváncsiak, és buzdítok mindenkit, ha akar egy nagyon jó falusi hangulatba érkezni, akkor hívom a szombathelyeket, hogy jöjjenek, mert jó fog magukat érezni. És nincs is messze, körülbelül egy 30 perc autóval. 30 perc, így van, pontosan. A Millennium Polgári Egyesület miért tartja különösen fontosnak? Ugye egy hagyományőrző egyesületről lévén szó, azért tartja fontosnak, egyébként több eseményt is rendezett már a megyében, mert ugyanúgy szeretné azokat az alapokat és azokat a gyökereket feleveleníteni, a, nyilván pontosan a kulturális események, nem csak a disznóvágás kapcsán, amik itt megjelennek, mert azt gondolom, hogy ezt a jövő nemzedékének is látni kell. És ezek a termékek bizony nem tartalmaznak tartósítószert. Így van, abszolút nem. Sőt, arra ki is tértünk, hogy azért figyeljenek oda a csapatok. Egyrészt a tisztaság, nyilván a környezetvédelem, azok is pontozva lesznek egyébként az eseményen. Milyen látogatottságra számítanak így az elmúlt évek tapasztalatából? Hát az legelső az 4,5 ezer ember volt, ami nagyon jónak állapítottunk meg. Hát remélem, erre számítunk. Alelnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és el is engedem, mert ha jól tudom, akkor még ma este Szarvaskendre megy, és hát holnap reggel 6 órakor bizony már ott kell állni. Köszönöm a lehetőséget, és várom a szombathelyeket az eseményre. Köszönjük szépen. Folytatjuk családbarát sorozatunkat, ezúttal a család és a karrier kapcsolata lesz a középpontban. A kisgyermekre vágyó családokban sokszor okoz gondot Magyarországon, ha az édesanyja akár 2-3 évre kiesik a munkájából, és ezért ebben az időszakban kevesebb a család jövedelme. Arról nem is beszélve, hogy a gyermekvállalás után nem könnyű újra visszatérni a munkavilágába. De miért kellene választani a munka és a gyermekvállalás között? Igaz, a kettő összeegyeztetéséhez sok segítség szükséges, a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően mégis jelentősen javult a kisgyermekes édesanyák helyzete hazánkban. Fél ötkor szoktunk ébredni, akkor kell a kicsi, utána a reggeli öltözés, reggeli öltözés, utána
Készülődés és tanulás az óvodába. Zsuzsanna korán reggel érkezik az óvodába kisfiával. Az élelmiszer és vegyi áru eladó végzettségű édesanya most közfoglalkoztatottként dolgozik Mártéjon, azt mondja, nem engedhették meg maguknak, hogy ne térjen vissza a munkába. Fontos volt ugye az anyagiak miatt, de ha azon múlott volna, hogy nem tud elmenni óvodába, akkor egyértelműen még maradtam volna vele otthon, de sokkal könnyebb így, hogy vissza tudtam jönni. Neki is több mindent meg tudok adni, meg egyébként is. Képzeld el, építettünk egy nagy-nagy vasúti sínet Csabival, és most azt játsszuk, hogy ez a dinopark. Ijesztő! Mi a neve? Én Direkt Dinosz. A település óvodájában 42 gyermek jár, a legtöbb szülő jellemzően már valamivel 3 éves kora előtt beíratja gyermekét az óvodába. 2,5 évesen szinte minden kisgyereket beadnak óvodába. Van, aki elmegy dolgozni, van, aki azt mondja, hogy azért, mert közösségbe szeretné adni. A másik, hogy nagyon sokan költöztek vidékről hozzánk, akár Dunántúlról, messzebbről, és ezeknek a szülőknek nincs segítségük. Tehát nincsenek helyben nagyszülők, nincsenek rokonok, és ezért számítanak az óvodára. A kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatási szempontból az egyik legmagasabb kockázatú csoportba tartoznak Magyarországon, ezért Mártéjon az önkormányzat részmunkaidőben is igyekszik segíteni az elhelyezkedésüket. A helyi munkahelyen lehet jól lekövetni a család igényeit, tehát a beszoktatási időszakban ott ugye több alkalommal 2-3 órát van itt a gyermek az óvodába, később aztán ezek az idők egyre hosszabbodnak, és egy 4-6 órás helyi munkahelyjel, majd később aztán a gyermek életkorának előre haladtával 8 órás munkahelyel helyben lenne célszerű foglalkoztatni a kismamákat. A szakemberek szerint egyre nagyobb igény van arra, hogy a gyermek születése után a nők minél gyorsabban újra elhelyezkedjenek. Így anyagilag is jobban boldogulnak a családok, és a nők is könnyebben visszailleszkednek a munkába. A nők mindenképpen szeretnének nem is csak az anyagiak miatt visszamenni dolgozni, hanem azért is, hogy ne essenek ki olyan hosszú időre abból a szakmából, abból a gyakorlatból, aminek tanultak, vagy amit korábban, amiben gyakorlatot szereztek, és hogy utána valóban ez az egykeresős modell, ez Magyarországon jelen pillanatban nem tudja biztosítani általában a családoknak azt a megfelelő körülményt, amit mondjuk akár egy több gyerek vállalásához ideális lenne. A kisgyermeket nevelő szülők elhelyezkedését a kormány is több intézkedéssel segíti. Az új munkatörvénykönyve támogatja a részmunkaidős foglalkoztatási formát, amely után járulékkedvezményeket vehetnek igénybe a munkáltatók, és ezért jött létre a GYED Extra intézkedéscsomag is, ami 2016-tól azt is lehetővé teszi, hogy a gyermek fél éves korától visszamehessenek az anyukák dolgozni. A mi feladatunk az, hogy olyan keretfeltételeket teremtsünk meg, ami minél több választási lehetőséget hagy. Ami lehetővé teszi azt is, hogy egy édesanyja akár 3 évig a gyermeke mellett lehessen napi 24 órában, hogyha ő neki és a gyermeknek, és erre igénye van, és a családnak a lehetőségei ezt megteremtik. Ugyanakkor arra is lehetőséget kell adnunk, hogy visszatérjen valaki dolgozni, lehetőség szerint minél több formában, részmunkaidőben, vagy teljes munkaidőben, és ne érje őt azért hátrány, mert ő gyermeket nevel. A járulékkedvezmények mellett azonban a férőhelyek növelésére is szükség van, hogy a gyermekek megfelelő ellátásban részesüljenek. Az utóbbi években ezért mintegy 6400 bölcsődei férőhely jött létre, több mint 4000 újult meg. Emellett a kormányzat célja, hogy 2017-től a 10 000 fő alatti településeken is nyíljanak bölcsődék. Erre 4 féle modellt kínálunk fel. Van a hagyományos bölcsőde, ami a mostani bölcsődével azonos. Van egy úgynevezett mini bölcsőde, ami kisebb csoportokat, kevesebb úgynevezett minimum feltételt jelent, tehát lehet a helység is kisebb, személyzet tekintetében is kevesebb az előírás. Ez a másik lehetőség, és lesznek családi bölcsödék, ami kifejezetten 3 év alatti gyermekek számára a családias környezetben, a mostani családi napközikhez hasonlóan nyújtanak elhelyezési lehetőséget, és lesznek munkahelyi bölcsödék. A már megvalósult intézkedéseknek köszönhetően sikerült elérni, hogy 2010 óta közel 6%-kal nőtt a nők foglalkoztatottságának aránya. A cél, hogy Magyarországon a dolgozni akaró és gyermekre is vágyó nők ne kényszerüljenek választani a gyermekvállalás és a munka között.
Remélem nem felejtették el, hogy várjuk SMS-eiket a 0620-2020-800-as SMS számra, mert hogy egy csodaszép valentinnapi virágcsokrot sorsolunk majd ki az adás végén. És hogy miért is, vendégünk a stúdióban Sándorné Bogát Margit szakpszichológus. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Közeleg ez a bizonyos valentinnap. Miért is van szükség arra, hogy legyen egy nap az évben, amikor felhívjuk a figyelmet a szerelemre, a szeretetre, az egymásra való odafigyelésre? Hát én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség van, és amikor készültem erre a mai beszélgetésre, akkor a legelső gondolatom az a szeretet nyelv volt, hogy mennyire szüksége van az embereknek arra, hogy olyan nyelven beszéljenek egymással, úgy érintsék egymást, úgy ajándékozzanak, becézgessenek, úgy töltsenek el egymással Valentin napon minőségi időt, amikor csak egymásra figyelnek, és ezt a csodálatosan szép érzést, hogy szerelem, hogy szeretet, és ezzel együtt a figyelmet oda tudják adni a másiknak. Miért alakult ez így, hogy erre bizony már egy iparág épült, és fel is kell hívni arra a figyelmet, hogy Valentin nap, akkor erről emlékezzünk meg? Nagyon-nagyon régi ünnep, tehát a legeslegrégebbi időkre a Claudius féle Rómába vezet vissza, tulajdonképpen egy fiatal emberhez, aki a Mende Monda szerint egyrészt tiltakozásból, másrészt pedig az ellen próbálta meg a saját szavát felemelni, hogy a fiatal férfiakat elvitték katonának, és nem tudtak idejében házasodni. Börtönbe vetették, aztán később ő lett Szent Valentin, az egyház méltányolta azt a küzdelmet és azt a szolidaritást, amit a házasság érdekében vagy a családok érdekében képviselt. Aztán körülbelül 496-ban volt az, amikor először így deklarálták és ünnepelték, majd az 1800-as években, tehát a kereskedelem az tulajdonképpen akkor figyelt fel erre az ünnepre, és akkor kezdődött ennek a reklámozása, illetve valahogy beépülése az ünnepeink közé. Elhangzott egy kulcs szó, méghozzá a házasság. Mennyire van ennek létjogosultsága a mai világban? Ugye a házasság hete programsorozat is elkezdődik. Erre is szükség lett időközben, hogy legyen bizony egy ilyen hét, amikor a központban a házasság áll. Igen, hát a társadalom legalapvetőbb egysége, és ez vitathatatlan, évezredek múlnak el az emberek akkor is, a férfi és a nő, a szerelmével és a szerelméből született gyermekkel, tehát a család alapegységében tudja igazán jól élni az életét. Nemi jellegénél fogva is, hisz a nő biztonságra vágyik, és a biztonsággal együtt az anyaság ősi ösztönét élheti ki, míg a férfi megkapaszkodni vágyik az anyaölbe, tehát arra van szüksége, hogy szeresse a nőt és a gyermekét. És ezt, amióta a társadalmak léteznek, ezt egy ilyen alapegységben, a családban, a házasságkötéssel szentesítették az emberek. Miért borul fel az egyensúly? Az előbb láthatunk egy összeállítást, ugye karrier és család. Ez is nehezíti azt, hogy harmonikus családi élet, házas élet alakuljon ki? Feltétlenül sok minden nehezíti, tehát én nyugodtan mondhatom gyakorló pszichológusként, hogy válságát éli a házasság, miközben vágyunk rá, és a lányok legnagyobb álma a csodálatosan szép mennyasszonyi ruha, és akkor együtt élnek a szerelmükkel, és arra várnak, hogy vajon mikor kéri meg a kezét, és eltitkolják, és nekem elmondják, hogy hát együtt élünk már régóta, de még mindig nem kérte meg a kezemet. Tehát tulajdonképpen sok minden miatt vált ez a fogalom időnként vitatottá, vagy lángolnak fel a viták a házasság körül. Egyrészt a személyiség érettsége, tehát az, hogy az emberek a felelősségvállalás, a konfliktuskezelés, az elköteleződés, az egymás iránti elköteleződés miatt döntenek nehezen. Megváltozott nagyon a világ,
sokan úgy gondolják, hogy az együttélésben, férfi és nő együttélésében is lehet harmónia, sőt gyerekeket is vállalnak, de igazából véve, hogyha a statisztikákat nézzük, a minden három házasság közül kettőben bizony elválnak, vagy problémák vannak, vagy krízisek vannak, mégis a statisztikák azt mutatják, hogyha az együttélő és a házasságban élőket nézzük, a házasságban élők jobban benne maradnak. Nyilvánvaló, hogy egyrészt a gyermekeik miatt is, tehát az anyai és az apai szerep, és mindazok miatt is, amilyen mintát láttak a szüleiktől. Tehát vágynak az emberek a családi életre, vágynak a házasságra is, de hozzáteszem, hogy nagyon, nagyon szép harmonikus párkapcsolatokat és együttéléseket látok olyan esetben is, amikor nincs szentesítve. Nehéz arra a kérdésre válaszolni, hogy kinek fontosabb a házasság, a nőnek vagy a férfinak? Nehéz, de azért mégis megpróbálják a pszichológusok is és a kutatók is, és ha én a saját praxisomat gondolom végig, akkor én úgy gondolom, hogy a nőknek fontosabb. Tehát abban a pillanatban, amikor családban gondolkodnak, amikor megfogan a méhükben a magzat, akkor az úgynevezett ideális, hagyományos család után, a szent család után kezdenek vágyakozni, és bizony ők jobban akarják, hisz a biztonsági ösztönüknél fogva sokkal, sokkal erőteljesebb az ez iránti igényük. A férfiak is akarják a házasságot, de én azt gondolom, hogy manapság a fiatal férfiak felelősségtulajdonítása, tehát megijednek attól a felelősségtől, attól az elkötelezett felvállalástól, ami a családot, és ami egyben jogilag is a házasságot jelenti. Tehát érlelődniük kell. Mondhatnám azt is, hogy a két nem között alapvetően az a különbség, hogy a férfiak mintha később válnának erre érettebbé. Mit tehetnek a nők, és mit tehetnek a férfiak annak érdekében, hogy harmonikus legyen a házasság? Egy pszichológus szempontjából mire kell odafigyelni? Egymásra, tehát arra kell odafigyelni, hogy az a szenvedély, az az érzelem, ami kialakult, hogy az minél tovább tartson, és hogy igazából véve jól ismerjem a másik személyiségét. Tehát az a lila kötfelhő, ami egyszer feloszlik, amögött ott legyen az én valóságos ön ismeretem és a másik ismerete, és hogy egyenrangú legyen a házasságban a két ember kapcsolata, hisz ketten együtt mennek az úton, és hogyha az egyik elmarad, lemarad a személyiségének fejlettségében, az odafigyelésben, a biztonságteremtésben, a javak megteremtésében, és sok mindenben, tehát hogyha az egyik az elmarad, akkor már is krízis van a kapcsolatban. Nagyon-nagyon fontos dolog, de nehéz egymásra igazán jól odafigyelni. Ha a krízist nézzük, akkor kik lépnek először, a nők vagy a férfiak? Hát ebben is én azt látom, hogy a nők, tehát a krízist gyorsabban és előbb észlelik, előbb jönnek el a pszichológushoz, és aztán nagyon kételkednek abban, amikor eljönnek a párkapcsolati problémájukkal, hogy vajon a férjüket is el tudják-e hozni. Aztán meglepődnek, amikor hazamennek és elmondják, hogy mi volt a pszichológusnál, hogy eljön a férj. És nagyon érdekes dolog, de amikor pár terápiákban külön dolgozunk, akkor mintha, amikor már ott vannak, akkor kitartóbbak, mélyebbek lennének a férfiak. Gondolom, hát egyedi esetektől függ, de mennyi ideig tart egy ilyen kríziskezelés? Tehát ugye maga a krízis az egy gyors beszélgetés és gyors kezelés. Ennek az ideje 2-3 hét, amikor valamilyen módon erősen oldani kell a krízist, és oda kell figyelni a két embernek egymásra, és fel kell vállalni egymásért az őszintességet, a problémák megbeszélését, a konfliktus helyzeteket. Majd utána ahhoz, hogy ezek a konfliktusok, a személyiségben levő problémák megoldódjanak, ehhez egy 2-3 hónapos
időre azért szükség van. Nyilván, hogy utána is dolgoznak az emberek magukon, tehát a szakember az a kezdetekben segít, utána pedig mennek a maguk útján, és nagyon-nagyon sok minden, tréningek, olvasmányok, különböző asszertív ilyen-olyan technikák, viselkedés technikák, és sok minden, de nem utolsó sorban nem győzöm hangsúlyozni, hogy elsősorban az önismeret, az alapos önismeret segít. Sándorné Bogát Margitnak nagyon szépen köszönjük a gondolatokat, reméljük, hogy segítettünk nézőinknek is, és hogy SMS-t küldtek ezzel a bizonyos beszélgetéssel is kapcsolatban. Megyünk tovább, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 25 éves jubileuma apropóján Konko István nyugalmazott püspök. Beszélgettünk. A Szombathelyi Egyházmegye Karitász szervezete az idei évben ünnepli megalapításának 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból kérdezem Dr. Konko István püspököt, az egyházmegye korábbi főpásztorát, hogy annak idején mikor és milyen céllal alapította az egyházmegyei karitás szervezetet. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a politikai rendszerváltást követően Magyar Karitász néven késedelem nélkül létrehozta szeretet mozgalmát, szeretet szervezetét. Ezzel azt akarta elérni, hogy a magyar egyházban, az egyes egyházmegyékben és a plébániákon is fölébredjen az egymással való törődésnek és az egymáson való áldozatkész segítésnek a szelleme. Egyházmegyékben élénk visszhangot váltott ki a püspöki konferencia említett rendelkezése, a Magyar Karitász megalapítása, és 1994. novemberében első között létrehoztuk mi is az egyházmegyei karitász szervezetét és hozzáláttunk a plébániai karitász csoportok megalapításához is. Azt korábban is tudtuk, hogy minden egyes kereszténynek kötelessége a felebaráti szeretet gyakorlása, hiszen ez a mi Isten szeretetünk fő-fő bizonyítéka, ez a mi Krisztus követésünk nélkülözhetetlen eszköze. De ugyanakkor a 40 éves kényszerszünet után újra rá kellett döbbennünk arra is, hogy az egyéni szeretetgyakorlás mellett az egyház egész története folyamán szükségesnek tartotta a közösség által tudatosan és szervezetten végzett karitász munkát is. Az egyháznak erre a segíteni kész, gondoskodó szeretetére bizony manapság is nagy szükség van. Szinte naponta találkozunk szerény körülmények között élő nyugdíjasokkal, alacsony keresetű, a lét minimum alatt élő, a munkanélküliség által sújtott vagy a lakáshiány miatt elkesedett honfitársainkkal. És ki ne döbbentene meg az alkoholizmusnak a terjedése, a kábítószer fogyasztás és bűnözés növekedése, a családok széthullásának a folyamata, a sok-sok abortusz és még sok egyéb probléma. Hallottuk ezeket a figyelemre méltó elvi szempontokat, és ezek alapján hogyan indulhatott meg a gyakorlati karitász munka az egyházmegyében? Az új egyházmegyei karitász szervezet első feladatának tekintette a plébániai karitász csoportok megszervezését. A sikeres szervező munka első évben, 1992-ben 36 karitász csoport alakult meg az egyházmegyében. Az 5 éves évforduló alkalmával ez a szám 70-re emelkedett. Az én megyés püspöki szolgálatom végén 2006-ban pedig már kialakult a véglegesnek tekinthető 80-as csoport létszám. És ezen plébániai csoportok keretében mintegy 800 önkéntes munkatárs tevékenykedett és végzett szociális karitatív munkát. A különféle karitás csoportok feladata az volt, hogy feltérképezzék az egyházközségükben élő rászorulókat, és különféle segítséget nyújtsanak nekik. De komoly szerepet vállaltak az egyházmegyei segélyezési akciókban is. Az első ilyen nagyszabású egyházmegyei segélyezési akció 1992. januárjában volt, amikor is a balkáni háborúban sokat szenvedett, a Horvátországba indult el 3 22 tonnás kamion.
1993 nyarától pedig folyamatosan Kárpátalja felé fordult a figyelem. 15-22 tonnás kamion indítottunk el a kárpátaljai nehéz körülmények között élő lakosság megsegítésére. A küldemények között volt ruhanemű, élelmiszer, gyógyszer, sőt voltak még iskolai padok és egyéb berendezési tárgyak is. 1997-től pedig a különböző árvíz sújtotta területek lakói számára szerveztünk gyűjtéseket, illetve segélyakciókat. Az első ilyen szállítmányunkat a lengyelországi Wroclawba indítottuk el 1997. novemberében. Egy év múlva, 98. novemberében pedig Kárpátalja következett, 12-22 tonnás kamionunk rakománya a Munkácsi püspökségre, a Técsői plebániára, illetve Ferences misszióba került. Ezután a hazai árvízkárosultak segélyezésére került sor. Adományunkat az Egri Főegyház megye felső tiszavédéki plébániaira küldtük. Ezekhez a segélyezési akciókhoz különféle kedves emlékek fűződnek. Az emberi szolidaritás megható formája volt például, amikor a Szombathelyi Egyház megyei Karitásznak a rádióban elhangzott felhívására az ország különböző részeiből érkeztek hozzánk személy és teherautók. Mi ugyanis nagy mennyiségű anyagot gyűjtöttünk össze, de nem volt pénzünk a szállító eszközök fuvardíjának a megfizetésére. Adományokon kívül miattuk természetesen a teherautó kísérőit is, aki bizony fárasztó, sőt nem egyszer különféle kalandos körülmények között juttatták el a küldeményeinket a címzettekhez. Ezeknek a nagyszerű és sikeres segélyezési és gyűjtési akcióknak a folytatása aztán az is lehetett, hogy egyre több intézményt működtetett az egyházmegyében a Caritas. Beszéljünk ezekről is. Közülük elsőként említem meg a Caritas munkatárs képző tanfolyamot. Már munkánk kezdetén rájöttünk arra, hogy az eredményes Caritas tevékenységnek a teológiai és történelmi megalapozása is hitelesítése mellett van még egy fontos előföltétele, ez pedig a Caritas munkában résztvevők úgynevezett lélektani felkészítése. Ez a követelmény a Caritas munka szinte minden területére érvényes, de egyes területekre különösen is az. Ilyenek például az értelmi fogyatékosokkal, a szenvedélybetegségben szenvedőkkel, a személyiségzavarokkal küzdő embertársainkkal való foglalkozás. De ugyanilyen problémát jelenthet a szemérmes szegényekkel való kapcsolatfölvétel és együttműködés is. Ezt nagyon fontos lélektani felkészítés volt hivatva szolgálni évenként megszervezett Caritas munkatárs képző tanfolyam. Egy egészen más jellegű, de manapság is fontos Caritas intézményünk az 1993-ban megnyitott Caritas bolt is. Ez a bolt csekély összegekért árult ruhákat, játékokat, elsősorban azoknak, akik az eredeti bolti árakat csak nehezen tudták megfizetni. Boltunk árukészletét a keresztény szolidaritás jegyében osztrák és német egyházmegyei Caritas szervezetek segítették újból és újból felfrissíteni. Hála legyen érte a gondviselő Istennek. 1994-ben hoztuk létre a családsegítő szolgálat irodáját. Ez az iroda sokféle módon törődött, foglalkozott a rászoruló emberekkel. Ruhát, élelmet, bútort, sőt indokolt esetben pénzbeli támogatást is nyújtott nekik, de foglalkozott lelki tanácsadással, a különféle ügyintézésekben való segítségnyújtással is. A családsegítő csoport három munkatársa rendszeresen fogadta a krízisben lévőket. 2000-ben 3100 fő kért anyagi vagy lelki segítséget a Caritas segítő szolgálattól. Szolgálatunk szervesen beilleszkedett a város szociális ellátórendszerébe, éveken át működött a Caritas kórházi betegellátó csoportja, és a börtönpasztorációs tevékenységet is folytattuk.
A főbb ünnepek húsvét karácsony táján pedig bensőséges ünnepséget szerveztünk, ünnepi vacsorára invitáltunk több nagy családost, ingyenes fenyőfát biztosítottunk a rászorulóknak, és több száz csomagot juttattuk el hozzájuk. Több vidéki karitás csoport évről évre a falvakban burgonyát, babon, zöldséget, hagymát, mágot, stb. Gyűjtött össze, megült a karitás központba, hogy ezek kiosztása révén a városi szegényebb családok könnyebben átvészeljék a téli hónapokat. 1996-ban újabb fontos intézmény megalapítására szánta el magát az Egyházmegyei Karitás szervezet. A családsegítő szolgálat működése folyamán azt tapasztaltuk, hogy a segélyezett családok többsége a túlzott alkohol, illetve drogfogyasztás miatt került kritikus helyzetbe. Ezért karitás szervezetünk szerződés között a Szombathely megyei jogváros és Vas megye önkormányzatával és létrehozta a Rév szenvedélybeteg segítő szolgálatot. A szolgálat elsősorban alkohol, gyógyszer és kábítószer függők, a játékszenvedély rabjai, valamint hozzátartozóik ambuláns, pszichoszociális szakellátására vállalkozott. Az úgynevezett krízis intervencióban, a terápiás folyamatban egy szociális szervező, két szociális munkás, egy klinikai szakpszichológus, egy lelkész, valamint egy ügyintéző koordinátor működött közre. A Rév ambulancia alapítása idején a város is, amely egyetlen olyan intézménye volt, ahol az alkohol, a drog és a játékautomata függő embereket hatékony. Intézményünket a kezelt betegek kívül több száz fő látogatta meg tapasztalatszerzés céljából. A Rév ambulancia munkatársai pedig rendszeresen tartottak előadásokat is, védőnőknek, pedagógusoknak és diákoknak a drogmegelőzésről. A Rév munkájának mintegy a kiegészítéseképpen jött létre 1999-ben úgynevezett Hársfaház, a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátója és átmeneti otthona. Az átmeneti otthonban ideiglenesen azok kaptak szállást, akik hajléktalanokká váltak. A nappali ellátót pedig azok vették igénybe, akiknek pillanatnyilag munkahelykeresési gondjuk volt. A karitás segített nekik munkahelyet keresni, ez azonban néha hónapokkal vett igénybe, de a karitás addig sem hagyta őket magukra, hanem a nappali ellátó keretében nap mint nap foglalkoztatta őket. Egy két feladat egyébként a városi önkormányzati kötelező feladatai közé tartozott. Mi az önkormányzattal között szerződés értelmében vállaltuk ezt a feladatot, az egyházmegye biztosította az intézmény működését, az önkormányzat pedig a pénzügyi fedezetet biztosította hozzá. Püspök úr, ön a főpásztori szolgálata idején 15 évig volt az Egyházmegyei Karitász szervezet fenntartója és támogatója. Most ennyi év távolából miként gondol vissza, milyen érzésekkel gondol vissza a Karitász önkéntesekkel közösen átélt eseményekre, élményekre? Mint az Egyházmegye nyugalmazott főpásztora, ezúton is szeretném kifejezni őszinte elismerésemet, örömömet. Az Egyházmegyei Karitász Központ és az egyes plébániák karitász csoportjainak a munkájáért. Külön örömet jelentett számomra az, hogy Egyházmegyei Karitász vezetősége éveken át szervezte a karitász munkatársak képzését, majd elhatározta azt is, hogy gyakorta, legtöbb esetben havonta találkozóra hívja a plébániák karitász munkatársait, ezzel lehetőséget biztosított az ő hivatástudatuk, vallási elkötelezettségük erősítésére, valamint a sokoldalú tapasztalat cserére is. A havi találkozókon kívül ugyanezt a célt szolgálták a lelki gyakorlatok, a közös zarándoklatok, valamint a belföldi és a külföldi szakmai kirándulások. Az öröm mellett hadd fejezzem ki hálás köszönetemet is mindazoknak, aki erre rászolgált. Tucai Régvári Marietta karitász igazgató szerteázokozó tevékenységét gondolom nem kell külön méltatnom.
Isten fizesse meg áldozatos munkáját, továbbra is tekintse ezt a szolgálatot szívügyének, de azért a mértékletességről, egészségének védelméről se feledkezzék meg. Igazgatónő mellett szeretnék köszönetet mondani. A Karitász Alapítvány, a Családsegítő, a Drogambulancia, a Nappali Ellátó és Elméleti Otthon vezetőinek és munkatársainak is. Külön megköszönöm az önzetlenségüket és áldozatkészségüket, hogy ők soha nem méricskélték azt, ez vagy az a munka belefér-e még a hivatalos munkaidőbe. Megfizetik-e a túlórákat, vagy sem? Ők mindig a feladatot nézték, és addig dolgoztak, amíg ezt vagy azt a feladatot meg nem oldották. Ugyancsak köszönetet mondok a már említett 80 plébánia lelkipásztorának, akik őszinte érdeklődéssel kísérték és mindenben támogatták a Karitász csoport munkáját. A csoportok tagjainak lelkes és eredményes munkáját továbbra is segítse Isten áldása. Utódomnak, dr. Veres András megyés püspök úrnak pedig azt kívánom, legyen neki is sok öröme az egyházmegyé Karitász jelenlegi, sok irányú és eredmény. Köszönöm a beszélgetést! Egy csodálatosan szép valentinnapi virágcsokrot sorsolok most ki. A Margaréta Virágszalon jóvoltából ezt a bizonyos 5000 forint értékű csokrot pedig a helyszínen készítik el majd a szerencsés nyertesnek, aki pedig megnyerte ezt a bizonyos csokrot 70-es 240 07 42-es mobilszámról küldte az SMS-t. Nagyon szépen köszönöm, és azt is, hogy velünk voltak a mai estén. Én nagyon jó hétvégét kívánok Önöknek, viszontlátásra!